El is indult a közvetítés, sziasztok, irány külföld, minden, ami külföld. Mai témánk Ausztrália. Eszterrel fogunk beszélgetni, több mint 10 éve most már kinnél a messzi Ausztráliában. Szia Eszter, köszönöm a lehetőséget. Mesélj magadról, miért pont Ausztráliára esett a választásod? Fú, ez nekem egy gyermekkori álmom volt, hogy kijöjjek Ausztráliába. Szerintem ez már ilyen kb. 8-10 éves koromban elkezdődött, hogy Ausztrália. Nem tudom neked megmondani, hogy miért, tehát ez csak így jött, és az lett belőle, hogy Ausztrália. Először Németországba sikerült nekem kijutnom, tehát 2 évet kinnéltem Németországban, mielőtt kijöttem ide, úgyhogy ez olyan 2002-2003 körül volt, akkor Frankfurtba éltem 2 évet, és utána, amikor hazajöttem, visszamentem Magyarországra, valahogy nem találtam a helyemet, tehát nem tudom, nekem mindig ezt mindig úgy szoktam elmondani, vagy elmagyarázni, hogy ha már egyszer élsz egy olyan országba, ahol sokkal jobb az életszínvonal, és látod, hogy sokkal jobban élnek az emberek, és ezzel mondjuk nem Magyarországot akarom lehúzni, de valahogy jobban éreztem magam Németországban, akkor utána már úgy voltam vele, hogy akkor most tovább kéne menni valahogy, most jó lenne nekiállni egy kicsit angol tanulni, mert már ugye németül megtanultam, akkor folyékonyan beszéltem, és mondtam, most jó lenne mellé rakni az angolt. Na most, hát ugye amikor anyukám megtudta, hogy Ausztráliába készülnék, akkor nem nagyon örült neki, úgyhogy próbálta angol rokonsággal meg mindenkivel összehozni, hogy inkább menjek közelebb, ne ennyire messze, de nem, valahogy nekem Anglia nem volt szimpatikus. Amerikát néztem még, hogy esetleg oda kimenni, de már akkor nagyon kemény volt oda a diákvízummal való kijutás, tehát az meg sokkal drágább volt, ha jól emlékszem, mint Ausztrália, úgyhogy akkor így végül is maradt Ausztrália. Úgyhogy így sikerült, és ez volt ugye 2005-ben, 2005. október 5-én szálltunk le Sydneybe, és én a tesómmal jöttem ki, a nővéremmel jöttem ki. Úgyhogy igen, Akkor mind a így két lány indult. nekivágott, anyukád. Gondolom nem örült ennek a nagy távolságnak. Nem örült, de hát azóta már ők is voltak kint, nem is tudom, talán négyszer, háromszor vagy négyszer talán látogatni, úgyhogy most már ők is megértik, hogy miért jöttünk ide, miért vagyunk itt. Testvérem is kint van még a mai napig? Nincsen, ő 6 év után hazament. Tehát ő 6 évet volt, 6 vagy 7 évet volt kint, mert én tehát 2005-ben jöttem ki, 2007-ben megismertem a Zsoltit, aki most már ugye a férjem, és mi 2007-ben fölköltöztünk ide a Sunshine Coast-ra, Queenslandbe, mert a Zsolti kajakos volt annó, és őt beválasztották egy ilyen, volt egy ilyen tehetségkutató az Ausztrál Sport Egyesületen vagy Szövetségen keresztül, volt egy ilyen tehetségkutató kajakosoknak, és ő elment, csinált egy próbát, és mondták, hogy hát te nagyon szuper vagy, úgyhogy gyere, beveszünk a csapatba. Viszont a bázis az itt volt fönt a Sunshine Coast-on, tehát mondták, hogy ha akarod, akkor ide föl kell költözni, és akkor följöttünk mind a ketten, a tesóm lemaradt Sydneybe, aztán azt hiszem még ő 2 évet volt úgy, 2 vagy 3 évet volt ő Sydneybe, és akkor utána ő hazament Magyarországra, mi meg maradtunk itt, úgyhogy mi már 11 éve itt vagyunk a Sunshine Coast-on. Sunshine Coast először nekem egy abszolút sok volt, ugyanis Sydneyből fölköltöztünk úgy, hogy sose jártunk itt előtte. Tehát Sydneybe ugye abszolút nagyváros, én laktam a 26. emeleten benne a Hyde Parknál, a városnak a legközepén, én, aki kvázi faluról jöttem. Úgyhogy mindegy, utána fölköltöztünk a Sunshine Coast-ra, és emlékszem, hogy a Zsolti eljött értem a reptérre, és mentünk a szállásra, és mentünk a főutcán, és így nézem, hogy mondom, itt 2 szintnél magasabb épület nincsen. Mondom, úristen, hova jöttünk, mi ez itt? És hát ez Sunshine Coast, ez egy abszolút nyaraló övezet. Tehát itt
most már, amióta itt is, mi itt lakunk ugye 11 éve, rengeteget változott, tehát rengeteget fejlődött, nagyon-nagyon sok fiatal családos költözik most már ide föl, mert eddig nagyon sok nyugdíjas lakott, tehát ilyen nyugger telep volt ez egy kicsit, de most már nagyon-nagyon sok családos, kisgyerekes, tudod, anyukák, apukák jönnek, költöznek ide, mert itt van a beach, tényleg bárhova, ahova költözöl, 20 perc alatt ott vagy a beachen. Hát meg az időjárás az, hogy 6 hónapig nagyon kellemes meleg van, tehát tényleg a rövid nadrágon, trikón kívül semmi más nem hordunk, és akkor van, mit tudom én, egy 3-4 hónap, amikor most például fölvettem farmer nadrágot, mert 24 fok volt. Hát nagyon hozzászoktunk már a meleghez, és tudod, akkor amikor már 30 fok, meg a páratartalom kicsit alá megy, akkor már azonnal elkezdünk zizeregni, mint a falevelek, hát én legalábbis, úgyhogy ja, de úgyhogy Sunshine Coast az először, mondom, egy ilyen sok volt, aztán most meg már úgy vagyunk vele, hogy Isten ments, hogy innen bárhová költözzünk, mert nagyon-nagyon szeretjük, nagyon jó. Tehát akkor tudnád ajánlani, hogyha valaki mondjuk családostól vagy párként akarná neki kezdeni az ausztrál életét, akkor jó választás lenne. Főleg családosoknak, megmondom őszintén, fiataloknak, akik még buliznak, meg mennek, meg bárba, meg inni, meg stb., meg táncolni, meg mulatni, nekik nem ajánlanám, mert nem, ez nem az ő helyük, mert voltak ismerőseim, akik gyerekek 18-20 évesek voltak, aztán mondták, hogy na jó, akkor mi inkább elköltözünk Melbourne-be vagy Brisbane-be, mert itt nem, tehát van 3 diszkók kvázi, ha úgy nevezik még, és azon kívül semmi. Tehát éttermek, tehát ez inkább így a 25-től fölfele, úgy mondanám. Milyen szintű angol nyelvtudással vágtál neki Ausztráliának? Nekem volt egy Rigó utcai alapfokú, azt hiszem az a C-típusú, amikor az írás meg a beszéd is megvan, az a C-típusú, ugye? Nekem az volt egy alapfokum, tesómnak abszolút semmi nyelvtudás nem volt. Tehát így kb. Ez a yes, no, maybe, I am, I don't, tehát így ennyi volt neki a nyelvtudása, úgyhogy mi így indultunk neki. Milyen vízum volt az első, amit kaptál? Diákvízum. Tehát mi úgy jöttünk ki, hogy angol nyelviskolában, és ha jól emlékszem, talán 3 hónapra voltunk befizetve, vagy 4 hónapra, nem is tudom már pontosan, de tudom, hogy a végén már sok volt. Tehát már tudod, egy idő után eléri az agyad a kapacitást, amikor már úgy vele, hogy muszáj, hogy egy kicsit leálljál vele, mert túl sok, mert besokalsz. Úgyhogy utána mi átmentünk egy másik iskolába, ott turizmusmenedzsmentet csináltunk, tehát ez egy 2 éves turizmusmenedzsment suli volt, ezt még Sydneyben elvégeztük, ezt a tesóm is megcsinálta, és akkor utána, amikor mi fölköltöztünk a Sunshine Coastra, akkor én megcsináltam a szakácsiskolát. Az egy év volt, és amikor azzal végeztem, akkor utána tudtuk beadni a letelepedésre a kérelmet, mert ugye a szakácság anno, amikor mi adtuk be a letelepedésre a kérelmet, akkor hiány szakma volt, nem tudom, szerintem most már levették a listáról, most már... Még rajta van. Még rajta van? Igen. Na. Csak már nem annyira keresett, inkább mondjuk azt. És ugye, hogy szétválasztották a listákat, most már annyira a szakács az nem az van, hogy akkor utána nyíl egyenes út, és akkor állandó tartózkodási, hanem rögösebb lehet, ha lehet így mondani. Mennyi idő volt ez az egész procedúra, mert ugye elindultál egy olyan, ahogy tanuló munkavállalói vízum, utána ugye egy szakmai képzésen is részt vettél szintén ezzel a fajta vízummal. Mennyi idő volt, míg mondhatjuk azt, mert ugye sokan azt mondják, hogy ez a vízum macera, de hogy érezted azt, hogy akkor igen, most már nem kell ezzel annyira foglalkoznom? Figyelj, ez egy olyan dolog, hogy ezt meg lehetett volna csinálni sokkal rövidebb idő alatt. Tehát, hogyha valaki úgy jön ki, hogy tudja, hogy mit akar, tudja, hogy pontosan mik a céljai, akkor ez sokkal, sokkal rövidebb idő alatt, meg kevesebb pénzköltéssel meg lehet csinálni. Nekünk, mi úgy jöttünk ki, hogy megnézzük, hogy milyen.
Tehát mi nem úgy jöttünk ki, hogy mi most itt letelepedünk, meg itt most nekünk jó lesz. Mondjuk én valahol mindig is tudtam, hogy ez tuti, hogy jó lesz. Tehát én nekem erről nem volt kétségem, hogy itt én rosszul fogom érezni magam. Csak mi nem voltunk úgy felkészülve, hogy tényleg mik legyenek a víz, mi az iskola, mi a menete, hogy van. Úgyhogy nekünk sokáig tartott, mert volt ugye, mondom, a nyelviskola, plusz 2 év volt a turizmus, plusz 1 év volt a szakácsiskola, és utána adtuk be a letelepedésre a kérelmet, és arra 3 évet vártunk. Tehát 3 év volt nekünk a letelepedésnek az elbírálása. Úgyhogy 3 évig itt lógtunk a levegőbe, és arra vártunk, hogy na most akkor mi lesz. Úgyhogy az kemény volt. Az kemény volt, de mondjuk mindig megvolt a B-terv, tehát akkor a Zsoltival már tudtuk, hogy ha nem jön össze, és elutasítják, akkor az egyikünk ment volna tovább, és csinált volna egyetemet, és valahogy, de biztos, hogy itt maradtunk volna, tehát mi ezt tudtuk, hogy ez 100%, hogy itt maradunk. Úgyhogy, hát igen, hosszú idő volt. Gyermekvállalás. Sokan ugye abba gondolkodnak, hogy kimennek Ausztráliába, és gyermeket fognak vállalni. Hogy látod ezt, hogy az a jobb, hogyha már azért egy biztonság van mögötted, hogyha lehet azt mondani, hogy egy állandó tartózkodási vízummal, vagy esetleg azt mondod, hogy javasolnád, hogy valaki, hogyha úgy van, akkor tervezés szinten esetleg tanuló munkavállalói vízummal is bevállalhatna gyermeket? Hát, hogyha nagyon sok pénzed van, akkor igen. De ahhoz tényleg nagyon sok pénz kell. Tehát van nekünk ismerősünk, akik kijöttek gyerekekkel tanuló vízumon, és hát a pénz az csak folyik. Tehát az komolyan folyik. Tehát az nagyon drága, nagyon drága. Úgyhogy én az biztos, hogy azt javasolnám, meg tanácsolnám bárkinek, aki úgy tervezi, hogy gyerekkel jön ki, hogy ha ki is jönnek diákvízumon, akkor is a lehető legrövidebb úton jussanak hozzá a letelepedéshez, és legyen az meg, mert különben nagyon drága mulatság. Úgyhogy erre nálad csak hogy alakult a gyermekvállalás nálatok? Mi nekünk már megvolt ugye a PR, a letelepedésünk, amikor meglett a kisfiunk, és tehát így könnyű volt, mert itt például az ellátás az ingyen van, tehát a kórházból szülés az ingyen van, tehát meg mivel én dolgoztam, ugye volt munkaviszonyom előtte, én kaptam, hát ez nem is tudom, hogy ez a gyes vagy a gyed, de igazándiból itt csak 16 hétre, vagy 20 hétre, tehát 4 vagy 5 hónapra kaptuk meg az alapbért, tehát ennyi támogatás jár. Tehát ez is olyan, hogy itt eléggé az a szokás, ahogy látom, hogy nagyon korán beadják a gyerekeket a bölcsibe, és visszamennek dolgozni, mert ennyi a támogatás, tehát tényleg nagyon kevés, nagyon kevés. Vagy akkor elég hosszú ideig ugye nem mennek visszadolgozni. Másik hát lehetőség. Igen, csak akkor a férjnek jó kell keresnie, hogy ezt támogatni tudják. Tehát... Mert drága. Tehát, igen. Hogy láttad magát a szülést, a kórházi körülményeket? Jó volt, itt ugye máshogy működik, tehát a szülésre elméletileg így maga a szülészorvos nem jön be, csak akkor, hogyha probléma van. Amúgy az egész szülést azt levezetik a szülésznők. Azt, amit hallottam például, hogy mert itt én bementem, és egy idő után mondtam, hogy hát nekem ez nagyon fáj, kérek egy epidurál, és mondták, hogy jó, akkor hozzák, aztán kész, bum, adták be. Azt tudom, hogy Magyarországon ez is egy kicsit azért máshogy működik, tehát azért nem ilyen egyszerűen adják be. Nekem a szülés az mondjuk kemény meló volt, mert 20 óra volt összesen, azt hiszem, amit elkínlódtunk egy kicsit, de
A szülés után én nekem olyan szobám volt, hogy négyen voltunk benn, ami nekem nem tetszett, az nem volt, hogy az borzasztó volt, azt alig vártam, hogy jöjjek haza a kórházból, de azóta itt már megépítettek egy új kórházat, és például itt, hogyha bemész csak simán ilyen állami támogatásos szülésre, akkor privát szobát kapsz, tehát mindenkinek privát szobája, zuhanyzóval, meg és ez mondom, ez a, tehát ezért nem kell fizetni, ez benne van az állami ellátásban, úgyhogy mondtam, hogy várhattam volna még egy évet, hogy inkább a szép új kórházba szültem volna, de hát de nem, előbb jött a fiatal ember. Mennyi idős most a gyerköc? 4 éves lesz most június végén. Ja, úgyhogy jár most már bölcsibe, imádja nagyon. Hát itt ugye nincsenek ezek az állami támogatású bölcsödék, tehát ez mind magánbölcsöde, de persze kapsz állami támogatást attól függően, hogy mennyi a családnak a bevétele. Úgyhogy hát nekünk heti 4 napot megy, és most elméletileg ő januárban már kezdhetné az iskolát, de én mondtam, mi mondtuk, hogy nem, mi szeretnénk visszatartani 1 évet, mert fiú, és imád játszani, és szerintem teljesen fölösleges egy 4,5 éves gyereknek iskolát kezdenie. Tehát ez ilyen előkészítő, tehát nem iskola-iskola, de akkor is már mennek, aztán iskolába bennülnek a padba, úgyhogy azt nem, még egyelőre nem. Arról adnál információt, hogy mennyibe kerül, akkor most mennyit fizettek így a bölcsire? Óvodára? Hát ez úgy van, hogy napi, nekünk olyan a bölcsi, hogy ők nem kapnak kaját, tehát mi nekünk kell bevinni, ugye egy ilyen kis, visszük ezt a kis lunchboxot, ez a ebédes doboz, amibe berakod ugye a 10 órait, az ebédet, az uzsonnát, meg amit akarsz, összepakolsz neki. És akkor így azt hiszem olyan $80 körül van a napi díj, amit fizetni kell. Na de hát attól függően, hogy mennyi a családnak a keresete, az alapján tudod, fizetsz kevesebbet. Úgyhogy ezt kiszámolja az állam neked, hogy mennyit kell pontosan fizetned. Ez is egy nagyon hasznos információ, hogy az ember azért nagyjából tudjon számolni, és ugye az is függ, hogy milyen vízummal vagy hogy ugye milyen státuszban vagy. Tehát gondolom ez is egy elég befolyásoló tényező. Hát persze, mert hogyha, tehát ahhoz, hogy támogatást kapjál, állami támogatást, azt hiszem, ahhoz állampolgárnak kell lenned. Tehát nem is csak letelepedéssel kell, hogy rendelkezzél, hanem hogy állampolgár legyél. Úgyhogy amúgy nem adnak semmiféle támogatást. Sajnos. Igen. Mivel foglalkozol? Azt említetted ugye, hogy a gyerkőc vállalás előtt ugye dolgoztál, most mivel foglalkozol? Most kérlek szépen az Orszi Porszinak a behozatalát végre nagy nehezen sikerült engedélyeztetnem egy röpke 2,5 év küzdelem után, amit egy hivatal, egy TGA nevezetű hivatallal kellett megküzdenem. Ők mondják meg minden ilyen külföldről behozott orvosi eszközre, vitaminokra, kiegészítőkre, tehát minden, ami ilyen természetes alapú dolog, vagy ilyen ezzel kapcsolatos, az ők kell, hogy engedélyezzék, hogy te ezt itt hivatalosan tudjad eladni. És volt már egy hölgy, egy lengyel hölgy, aki előttem az Orszi Porszit behozta és engedélyeztette, de szerintem az csak ilyen, rá se nézett senki a papírra, és csak lepecsételték, és átengedték. Viszont én, mivel átvettem az exkluzív disztribúciót, ezért nekem újra be kellett adnom az engedélyre a kérelmet, és hát 2,5 évig ültek rajta. És kb. 6 hónaponta, vagy 4 hónaponta jelentkeztek, és akkor mondták, hogy hát akkor még ezt a papírt kérjük meg, hát akkor még azt a papírt kérjük. És már hát ugye most áprilisban kaptam meg az engedélyt, és decemberben már ott tartott a dolog, hogy mondták, hogy jó, akkor a dobozon 1-2 simítás, hogy ezt írjuk át, azt írjuk át, és hogy akkor jók leszünk. Na majd januárban eltűntek, és megint senki nem jelentkezett, semmi információt nem voltak hajlandók adni, majd amikor benyögték, hogy hát egy új igazgatója van ennek a szakosztálynak, aki most előről elkezdte megnézni az én Orszi Porszimnak az esetét, hogy mi történt az elmúlt 2,5 évben. Hát én azt hittem, hogy akkor ott már mondom, ez katasztrófa. Tehát én, akinek erről meséltem,
ők mindenki mondták, hogy egy ilyen tehetetlen, tehát valami botrány, abszolút botrány volt. Mindegy, a lényeg az, hogy ezzel a muksóval sikerült megküzdenem, és így próbáltam ezt a, hát ugye, hogy ez a józan paraszti észre mondtam neki, hogy könyörgöm, azzal gondolkodjál, és úgy hozd meg a döntésedet, mert több mint 20 éve a piacon van, senkinek soha semmi baja nem lett tőle, mert nagyon félnek, tehát ez a tipikusan, úristen, most beengedünk ide valamit, ami nem tudjuk, hogy mi ez, akkor inkább azt mondjuk, hogy nem, tudod, ez a bocsánat, tehát mindegy, a lényeg, hogy 2,5 év után sikerült kipasszíroznom az igen belőlük. És ez hogy működött? Úgy gondoltad, hogy erre lenne igény, akkor ugye gondolom Magyarország volt az első, ahol felvetted a kapcsolatot, az mennyire volt macerás? Vagy ott? Nekem ez az egész eleve ugye úgy jött, hogy amikor otthon voltunk Magyarországon látogatni, kisfiam 13 hónapos volt, azt hiszem, amikor először hazamentünk, és akkor volt az első megfázása. És én akkor kezdtem el igazán ezt használni, meg kipróbálni, hogyha hallottam mindig is róla, de mondom, akkor kipróbálom, hogy ez milyen, meg micsoda, és mondtam, hogy hát ez tök jó, hát mondom, ezt Ausztráliában is miért nem árulják, miért nem árusítjuk. Úgyhogy akkor fölhívtam a gyártót, aki gyártja az Orszi Porszit, hát és ő először igazándiból mondta nekem, hogy hát már van neki valaki, aki Ausztráliába ezt árusítja, de hát én meg nem nagyon szoktam nemet válaszként elfogadni, úgyhogy mondtam, hogy de hát én nem láttam egy patikába se ezt az Orszi Porszit, meg hát, és akkor így kezdődött el ez az egész, hogy kvázi vele is kiharcoltam, hogy megkapjam az exkluzív forgalmazási jogot, és akkor utána meg már itt kint intéztem, hogy megkapjam az engedélyt itt kint is, úgyhogy rettentő hosszú folyamat volt. De megérte. Most még azért nem kérdezek tapasztalatot, hiszen mondtad, hogy ez egy viszonylag elég friss dolog, hogy megkaptad az engedélyt, de úgy is fogunk hamarosan beszélgetni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen tapasztalataid lesznek. Arról mesélj még nekem, hogy mi az a 3 dolog, ami nem tetszik Ausztráliában? Ez egy jó kérdés. Mi az, ami nem tetszik? Most mondjuk ez olyan klisé lenne, ha azt mondanám, hogy olyan nincsen. De van, tudod mi? Az emberek nem tudnak vezetni. Ez az egyik. Ezek csak ilyen mindennapos idegesítő dolgok, amikor... Mert nem tudom, hogy például azt tudta, de hogy itt nincsenek autós iskolák, tehát itt nincs olyan, hogy elmész egy autós iskolához, és ott meg kell tanulnod vezetni, hanem itt a szülő tanítja meg a gyerekét. Tehát a gyerek elmegy, legcsinálja a KRESZ vizsgát, majd a szülőnek megmondják, hogy jó, akkor 100 órát vezessen a gyerek, és akkor ezt egy ilyen kis füzetbe leírják, hogy jó, akkor most a Pistike vezetett 1 órát esőbe, mert megvan adva, hogy x órát esőbe, x órát napsütésbe, x órát... És majd amikor ezt megcsinálta, akkor utána megkapja a jogosítványát, a próba jogosítványát. Tehát abszolút, abszolút agyament. Abszolút agyament. Hát ez az egyik, ami engem idegesít, zavar, meg nem tetszik. Mi a másik? 2. Nem tudok neked nagyon így mondani, most így hirtelen. Akkor olyan dolog, ami Magyarországról hiányzik, tehát van-e olyan dolog, amire azt mondod, hogy igazán hiányzik, természetesen a családon és barátokon kívül? Most ilyen önzőn fog hangzani, de nekem a család és a barátok. Tehát, hogyha őket így tudnám transportálni ide hozzánk, akkor transportálnánk mindenkit. Talán az évszakok, ami azért úgy hiányzik, amikor tényleg megyünk át a tavaszba, vagy a tavaszból a nyárba, vagy a nyárból be az őszbe, a színek, az illatok. Az azért hiányzik. Figyelj, a kajákra nem nagyon mondom, hogy hiányoznak, mert megmondom őszintén, így az elmúlt 10x év alatt eléggé átálltunk, tehát még azért mindig van egy-két magyar kaja, meg,
Most volt itt az egyik ismerősünknek Magyarországról rokona látogatni, és csináltak egy pörköltet, és én úgy voltam el, hogy ja, pörkölt, pörkölt, tudod, nokedlival, na de hát azt a pörköltet mi úgy ettük meg, hogy így, tehát így a 10 ujjunkat megnyaltuk, hogy úristen, de finom volt, mert tényleg olyan igazi jó magyaros pörköltre megcsinálták, meg persze, amikor anyuék jönnek, akkor ők is főzik, megcsinálják a jó magyar kajákat, de amúgy nem tudom, nekem mindig, amikor hazamegyünk, kicsit olyan, nem azt mondom, hogy csalódottság, de olyan mogorváknak tűnnek. Szakad nálunk az eső, nem tudom, hogy hallatszik-e, meglátszik-e. Egy minimálisan hallatszódik, de semmi, igen. Hallatszik. Hogy kicsit olyan mogorvák, meg olyan depressziósak az emberek, nekem úgy tűnik legalábbis. De nem csodálom meg, különben én arra jöttem rá, hogy a napsütés az rengeteget, tehát annyira sokat dob az embernek a hangulatán, tehát tényleg, és itt nálunk tehát nagyon-nagyon sokat süt a nap, nagyon sokat süt a nap. Amikor már 3 napig esik, akkor már mindenki azonnal depressziós, mert így úgy vagyunk vele, hogy úristen, hol a nap, miért nem süt a nap. Úgyhogy igen, tehát az időjárás az nem hiányzik semmiféleképpen. Összegezve, akkor jó választás volt Ausztrália? Mindenképpen. Mindenképpen. Köszönöm szépen a beszélgetést, és szerintem hamarosan folytatni fogjuk, mert még bőven lenne mit kérdeznem. Köszöntöm szépen az idődet, és akkor további szép délutánt kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szia. Szia.